Az emléktáblán 6 gimnazista neve szerepel, akik a holokausz során vesztették életüket. A tábla fontos szerepet tölt majd be az iskola emlékezetében, mondta el beszédében a gimnázium igazgatója Gulyás Zoltán. Én szeretném, hogyha amikor itt elsétáltok, és ránéztek majd erre a táblára, akkor eszetekbe jutna az, hogy ugyanolyan 10 évesekről van szó, mint amilyenek most ti vagytok. Valószínűsítettek reggel az iskolába, nem akartak elkésni, voltak kedvenc óráik, kedvenc tanáraik, voltak olyan óráik, amik kicsit nehezebbek voltak, és bizonyára várták a kicsengőt, hogy mehessenek beszélgetni és játszani. Az akkor élő diákok is tele voltak célokkal, vágyakkal, de megfosztották őket álmaiktól, tette hozzá az igazgató. A táblaavatáson részt vett az országgyűlési képviselő Földi László is. Ezek a gyerekek még élhettek volna. Az iskolában lett volna a helyük, családjuk szerető körében, anyjuk lágy ölelésében, apjuk védelmező karjában, jó barátaik pesdítő társaságában. Nem volt kegyelem a gyerekeknek, 10 000 számra tépték ki a szüleik karjából és elhurcolták őket. Fegyver, gáz, kínzás, éhség és betegség végzett velük. Ceglédről 670 zsidót hurcoltak el. 540-en soha nem tértek vissza. Gyerekek, diákok is voltak közöttük. Rájuk emlékezünk ma és mindörökre ezekkel a kövekkel. Beletésük az eszünkbe, a holokauszt megtörtént, nincs rá bocsánat, nem érdemel felejtést, nem érdemel feloldozást. Az emlékezésen az Alföld régió vezető rabbia, dr. Róna Tamás embertömegeket elpusztító viharhoz hasonlította a holokausztot. Jött a förgetek, és ezek a fehéren izzó homokszemek felperzseltek, elégettek, eltüntettek mindent. A gondolkodó ember sajátja, reménye és hite, hogy a múltból jövőt lehet építeni. Mindaz, amely az elődeinkkel megtörtént, abból tanulnunk kell, és abból erős hidat építhetünk, hogy ott lehessünk közösen a jövőben. Lázár Endre, Pál György, Frid László, Placer András, Róth Miklós, Volszovics Sándor. Ők voltak azok a gimnazisták, akik a holokauszt áldozataivá váltak. A múzeum igazgatója mesélt rövidke életükről. Egyébként akár találkozhattunk is volna velük, hiszen itt éltek a városban, például Pál Györgyi nem is olyan messze, a Szent Imre Herceg utcában. De például Frid Lászlói az egykori fazekas, ma Dózsa György úton éltek. Ezt onnan tudom, hogy az egyik gyerekkori barátja mesélte azt, hogy mit szerettek együtt játszani, mi volt a kedves időtöltésük. A békés gyermeki életre csapott le a szörnyű holokauszt. A táblán szereplő diákok közül a legfiatalabb 12, a legidősebb 18 éves volt.